Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget. Az illuminátusok jövőképe Ne áltasd magad azzal, hogy nincsenek titkos társaságok. Míg sok ember kételkedik, a mindenkori irányítóknak a rejtélyes háttérhatalomnak, a titkos összeesküvőknek, a mindenkori kormányoknak, valamint a vallások és a gazdasági szereplők mögött meghúzódó pénzoligarchiának igen határozott és kidolgozott tervük van a tekintetben, hogy hogyan képzelik el az emberiség jövőjét és persze a saját uralmukat a következő 5, 10, 15 vagy 20 évben. Tiszavirág életű társulás az illuminátusok rendje először 1776. május 1-én lépett a nyilvánosság elé. Nem véletlen tehát, hogy a kommunisták a május 1-ét ünnepnappá nyilvánították, mivel szent meggyőződésük szerint filozófiájukat az illuminátus doktrinákra építették. Kevesen tudják, hogy Adam Weishaupt, az alapító, az ingolstatti Egyetem egyházi jogi professzora volt, és mint ilyen egyháztudós, nagyon is tudatosan építette be a jezsuita és az egyéb vallási szervezetek, rendek és szekták egyes eszméit és elemeit az újdonsült illuminátus alkotmányba. Adam Weishaupt egyik támogatója és minden jel szerint társa, 9. Vilmos tartománygróf volt, aki egyéb iránt Mayer Rothschild munkaadója is volt. A rend azonban tiszavirág életű maradt, ugyanis 14. Kelemen pápa villámgyorsan betiltotta a működését. Titkos társaság A történet itt véget ért volna, ha Weishaupt nem folytatta volna fanatikusan a szervezkedést és ebbéli törekvése nem talált volna olyan támogatókra, mint Kolmer, Kályosztro, Szent germain gróf és mások. Az egyház kebeléből immáron kilépett egyház tudós vágyáma az volt, hogy valamennyi okkult gondolatrendszer előnyeit egyesíti, belegyúrja a megvilágosodottak rendjébe. Ezt jelenti ugyanis az illuminátus kifejezés. Weishaupt vezetésével tehát egy titkos szekta gyülekezet alakult, amely egyházi mintára, jezsuita alapokra épült. Szintetikus okkultizmus volt, némi szabadkőműves beütéssel. És amelyet az egyház mindig is elítélt, s ha lehetett, üldözte is, hiszen veszélyeztette a mindenkori hatalmát. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ekkor még élesen elkülönült egymástól a szabadkőművesség és az Illuminátus rend, e kettő egészen más irányzatot követett. Ami a rend felépítését illeti, ne felejtsük el, hogy csak a legfelső kilenc fokozat birtokosai voltak beavatva a rend igazi szándékaiba és célkitűzéseibe. Az összes többi alsóbb szint csak valamilyen langyos, részben általános emberi értékeket megtestesítő, részben spirituálisan elfogadható dogmákat és jövőképeket kapott. A minta adott volt. A minta adott volt. Egy piramis rendszerű szerkezet, mely a jezsuiták szigorát és a szabad köművesek zsenialitását igyekezett lemásolni. Az illuminátusok egyik jelmondata, az örök virág hatalom volt az illuminátusok szlogenje. Ez utalhat a marihuánára, a megvilágosodás felé vezető növény egyfajta pszichedelikus hatására, de létezik spirituális magyarázata is ennek a szimbólumnak. A virág, például a rózsa, a nyugati okkultizmusban a csakráknak, a fő energiaközpontoknak a szimbóluma. De itt most nem folytatnám tovább az illuminátusok történetének bemutatását, mert a témánk szempontjából a kulcsfontosságú részleteket már érintettük. Lássuk, hogy vajon léteznek-e manapság illuminátus csoportok, és mit terveznek tenni az emberiséggel ezek a láthatatlan, Illegalitásba vonult, titkos összeesküvők. Titkos összeesküvés. Csak azért pendítettem meg az összeesküvés húriát, mert ne áltassuk magunkat azzal, hogy minden a legnagyobb rendben van a Földön, a társadalmunkban, és általánosságban a sorsunkban. Elég csupán ránézni az emberek arcára, és láthatjuk, hogy nem boldogok, nem harmonikusak, és nincsenek biztos jövőképeik. Ezzel szemben a mindenkori irányítóknak, a rejtélyes háttérhatalomnak, a titkos összeesküvőknek, a mindenkori kormányoknak, valamint a vallások és a gazdasági szereplők mögött meghúzódó pénzoligarchiának igen kemény és kidolgozott tervük van a tekintetben, hogy hogyan képzelik el az emberiség jövőjét, és persze a saját uralmukat a következő 5, 10, 15 vagy 20 évben. Illuminátus program, Globalizáció. Állítólag a katolikus egyházat nem szívlelik az illuminátusok, sőt kifejezetten zsarnoki uralomnak tartják. Mégis munkamódszereik feltűnően igazodnak az inkvizíció hajdan volt terápiáihoz. Az illuminátus jövőkép egyértelműen és deklaráltan vallás és államellenes volt. Felmerül a kérdés, hogy akkor miért nem tesznek ellene. Nos, véleményem szerint, mert nem áll érdekükben bizonyos fajta rendet vágni a különféle társulások között, hiszen nekik a káosz és a bizonytalanság fenntartása a lényeg. Míg az illuminátusok, vagy a feltételezett illuminátusok, az említett titoktartó, dogmatikus és fanatikus pontról pontra betartom szabályrendszert követik, addig a világot egyfajta szabadságmaszlaggal etetik és erősítik az emberek önkényes erkölcsi felfogását. A minden szabad az általam megszabott törvényi keretek között, és ahhoz még butító eszközöket is adok neked, politikája jól működik nyugaton. A gondolkodásmód totális manipulációja, kontrollja és észrevétlen centralizálása megköveteli a média és a technicizmus kirobbanó fejlesztését. A kvintesszencia. Az emberi elme legyen tele minden, spirituális szempontból értéktelen és érdektelen szeméttel, és az emberek játszanak a pont-pont-ponttal. Ide bárki behelyettesítheti azokat a tárgyakat, eszméket és mihaszna dolgokat, amelyekkel nap nap kénytelen-kelletlen foglalkozik, avagy amelyeket előszeretettel használ, élete megkönnyítése és a játék kedvéért mert ez az egész projekt egy nagy globális játék. Érdekel, hogy ennek mi lesz a jövője? Fedőszervezetek Miután az illuminátus rendet a 18. században feloszlatták, az alapítók nem estek túlzottan kétségbe. Fogták magukat, és sikeresen beolvadtak az európai szabadkőművességbe legalábbis ma már ember legyen a talpának, aki a pejvát elválasztja az ócsútól. Sok szabadkőműves kikérné magának ezt, vagy legalábbis udvariassan negligálná az álláspontomat. De ez így is van rendjén. Mindazonáltal feljegyzés szól arról, hogy ez a fúzió már elég korán elkezdődött. Például a német szabadkőművesek szigorú engedelmességrendje Szövetséget kötött Frankfurtban a Weishaupt féle társulással. A von Knigge-báró képviselte illuminátus küldöttség a titkos Philo fedőneve alatt valószínűleg 1782. július 16-án szövetséget kötött a kőművesek felsőbb fokozataival. Más kérdés, hogy később Knigge és Weishaupt útjai elváltak egymástól. A döntő offenzíva azonban sikerrel járt. Tudósok, politikusok és egyháziak csatlakoztak az immáron rohamosan terjeszkedő, amúgy illegális illuminátus főáramlathoz. Ezután került át az illuminatizált szabadkőművesség székhelye Frankfurtba, a német pénzvilág fellegvárába, amelyet természetesen a Rothschildok irányítottak. Weishaupt összevegyítette a különféle szervezetek tanításait, és egy szuper hatékony rendszer dolgozott ki, mely a mai napig fent tudott maradni, és hatékonyságával szinte semmi nem vetekedhet, a jelek szerint. A szellemi atya elegyítette a gnosztikusok, a manicheusok, a felvilágosodás eszmének, az asszaszinok, az izmaeliták, a jezsuiták, a templomosok, a szabadkőművesek, a rózsakeresztesek és Machiavelli filozófiáit. Ezt követően nagyszerű, sakjátékosokat meghazudtoló lépésekkel a saját céljaira fordította a többi társaságot. Egyes kutatók úgy vélik, hogy a rend a mai napig fennmaradt, és egy grandiózus jövőképet dédelget, melynek a következő elemeik körvonalazódnak a szándékos porhintés ködjében. Minden kormányt egy idő után teljesen felszámolni. A magántulajdont és az öröklést eltörölni. A nemzetállamokat felbomlasztani és integrálni egy globális szervezetté. Minden vallási érzést egy irányba terelni. Az egyéniségeket és a családokat szétszúzni a bizonytalanság, a függőség és a kiszolgáltatottság által. Mindezt pénzhatalomra építeni majd sajátos, spirituális ideákkal elérni az abszolutizmust. A valódi céljuk azonban ismeretlen. A történet természetesen ezzel még nem ért véget, hiszen a kifürkészhetetlen jövőben fog csak eldőlni, hogy vajon a valódi illuminátus rendeknek sikerült-e megvalósítaniuk speciális céljaikat, vagy sem. Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek a részleteket megtalálod a Voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget.